Oké, akkor egy nagyon fontos dologról lesz szó a következő blogban. Ebből az irányból kapom tőletek a legtöbb kérdést, hogy hát oké, nagyon jó ez a dolog, de hát akkor online hogy lehet építeni az üzletet? Mi a titok? Mi a biztos módszer? És ami nagyon fontos, hogy tudjatok, hogy nincs biztos módszer. Ugyanis emberekkel dolgozunk. Emberek olvassák a weboldaladat, akik nem képek. Tehát, hogyha a marketingesek például kitalálnak egy módszert, nem tudom hány évvel ezelőtt volt az, hogy növeld a hírlevél feliratkozóidat azzal, hogy egy ilyen ingyenes infoterméket adsz, ez valóban működött néhány hónapig. Egyes esetekben akár egy-két évig is, még mindenki el nem kezdte ezt használni. És onnantól kezdve, hogy egyre többen használták, egyre jobban nem ették meg ezt az emberek, és nem működött. Úgyhogy én emlékszem arra, hogy 1996-ban, amikor elkezdtem online marketinggel foglalkozni, akkor ugye tudtuk azt, hogy hány weboldal van Magyarországon, és hogyha megjelent egy banner, akkor az ember elkezdte nézegetni, ugye? Ma észre se veszi az interneten már az ember az ilyen jelentéseket. Tehát működnek módszerek bizonyos ideig, de minél többen használják, az emberek oldalára egyre jobban kiég ez az információ. Tehát mégis akkor mik lehetnek az online üzletépítésnek a mesterfogásai, mik azok, amivel te tudsz dolgozni, hiszen az online dolog az működik. Tehát én azt tapasztalom egyértelműen, hogy azok, akik csinálják, azok, akik online aktivitást végeznek, azoknak mindenkinek működik. Amit tudnod kell, hogy még valakivel leülsz személyesen tárgyalni, és ott átadsz neki egy információt, azt tudod kontrollálni. Az online tevékenységedet soha nem fogod tudni kontrollálni, hiszen valaki megnézte a weboldaladat, ő maradhat titokban, ha valaki megnézi a hirdetésedet, nem tudsz rá hatással lenni, te személyesen a weboldalat tud hatással lenni. A videómail ugye más, mert ott megszólítod, direkt belátod a visszajelzést. Tehát nem tudod befolyásolni, minél nagyobb a kiáramlás, nyilvánvalóan annál nagyobb az esélye annak, hogy eredménye lesz a munkádnak. Tehát egy biztos, hogy működik. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a görög direktünk, a Pavlos, az mondta, hogy Laci, itt Görögországban itt nem működik az online üzletépítés. Hiába kérdeztem meg tőle, hogy hát Pavlos, te hogyan csatlakoztál az üzletemhez? Ugye online csatlakozott, ez nem számított. Egészen addig a pillanatig, ameddig ősszel el nem mentünk oda a csapattal, ugye erre a görögországi vezetőképző táborra, és akkor a Pavlos megkért arra, hogy hát a kollégák azok mondják már a saját történetüket. És akkor így mondták az emberek, hát igazából én online csatlakoztam, online építettem fel az üzletemet, ugye a másik is, hát igaz, én azért csatlakoztam, mert van weboldal, stb. És akkor az jött ki, hogy a csapatnak a jelentős része, az igenis nagyon kötődik az eredménye az online megjelenés, és most úgy néz ki, hogy Görögországban is működik az online üzletépítés. Tehát nagyon fontos, hogy el lehet ezt így dönteni, hogy nem működik, de hogyha megnézem azt, hogy azok a kollégák, akik most sikeresek, és van nekik több gyémántjuk, őnekik azért mindenki jelentős kötődése van az eredményeinek az online üzletépítéshez. Még akkor is, hogyha nyilván ez hullámzó, tehát van, amikor egy hónapig, vagy két hónapig sincs regisztráció esetleg, vagy megkeresés, és van, amikor meg több van. De ugyanúgy visszautalnék, de az online üzletépítése nem 500 embert, nem 200 embert akarsz behozni online az üzletedbe, hanem szeretnél behozni néhány olyan embert, aki többszörös gyémánt lesz. Tehát minőséget szeretnél behozni, és nagyon jó, hogy aki téged megszólít online, az biztos, hogy akar valamit. Mert ugye a személyes dolognak azért van egy csapdája, ha te nagyon jó vagy, akkor bárkit be tudsz hozni az üzletbe. Viszont attól, hogy még benn van az üzletben, nem fog dolgozni. Akkor fog dolgozni, hogyha neki ez saját személyes célja van, saját személyes meggyőződése van. Aki viszont online veszi a fáradtságot és regisztrál és rendel, annál azért sokkal, sokkal nagyobb eséllyel működik. Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy mik azok a pontok, mik azok a fogások, amiket tudsz használni. Az első dolog, ami a kezedben van, ugye az a weboldalnak a személyre szabása. Az, hogy mit lehet személyre szabni, ugye erről beszéltünk, az én történetet, a blogot és a kapcsolati oldalt. Menjünk az egyszerűbbtől a bonyolultig. Ugye a legegyszerűbb a kapcsolati oldal. Az én megfogalmazásom a kapcsolati oldal, az egy kapcsolati oldal. Nagyon sokan látom azt, hogy ezt másra is használják.
lehetőség van rá, mert technikailag lehetőséget biztosítottunk rá. Tehát ezt én nem azt mondom, hogy az nem lehet jó út. Én most a saját szubjektív véleményemet mondom, illetve a saját tapasztalatomat. A kapcsolati oldalnak az én olvasatomban egy előnyös és természetes fotónak kell, hogy megjelenjen. Tehát lehetünk bármilyen idősek, nem biztos, hogy a 20 évvel ezelőtti fotónkkal fogunk új tagokat megnyerni magunknak. Magunkat adjuk, tehát nagyon fontos, magunkat adjuk, és legyen ott a telefonszámunk, az e-mail címünk. Tehát legyen ott az elérhetőségünk, ezért kapcsolatban, hogy ez vagyok én. És ugye a következő a blog. Ugye a blogolásnak a szerepe elsősorban ott van, hogy aki följön a weboldaladra, az lássa azt, hogy ez az oldal ez aktív. Tehát ott valaki folyamatosan tesz közé információkat. Nyilvánvalóan nagyon sokan, mint például én is, nem vagyunk ugye grafománok, tehát nem tudunk mit írni, nem tudunk sokat írni. Akkor is én azt javaslom, hogy havonta egyszer azért történjen egy blogbejegyzés, hogy az illető lássa, hogy aki megnézi a weboldalat, hogy igen, akkor ezzel az oldal mögött van valami aktivitás. És hogy mit fogsz blogolni, bármi, ami neked fontos, de itt is én azt gondolom a kevesebb több. Tehát ne hidd azt, hogy valaki följön a blogodba, és akkor ott ilyen hosszú oldalakat szeretne olvasni, mert nem azért nem egy ilyen hírblog vagy, meg nem egy ilyen tematikus blog vagy. Tehát sokkal jobb az, hogyha minél színesebb az a blog, tehát fölteszel oda egy-két videót, egy-két képet, ugye nagyon egyszerűen föltöltöd a kép és videótáradba, ugye egy egyszerű kattintással a képeidet, illetve a videóidat, és szépen utána azt be tudod illeszteni, tehát nem tudod elrontani, nagyon egyszerűen működik. Egy kicsi szándékod megvan arra, hogy megold, akkor meg fogod oldani, biztos vagyok benne. És azonnal a blogod már egy interaktív valami, hiszen nem csak fotóval, hanem akár élő szóba is tudsz kommunikálni a munkatársaiddal. És amit a személyre szabással kapcsolatban a legfontosabb dolog, amit szeretnék nektek elmondani, és ezt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan félreértik, és ez nekem személyesen nagyon fáj, hogy valami mégsem megy át a kommunikáció, hogy ugye nagyon sokszor elmondtam, hogy egy weboldal elkészítéséhez 3 szakemberre van szükség. Egy programozóra, egy marketingesre és egy grafikusra. Most higgyétek el, hogy ezt a weboldalt egy olyan grafikus tervezte, akinek az elég komoly webes elismerései vannak itt Magyarországon. És azért tervezte így, mert ez így jó. Tehát ez így működőképes, ebből él jelen pillanatban, így működik. Tehát, hogyha te teszel egy blogbejegyzést, és ott kiválasztod a nagyon figyelemfelkeltő neonzöld, meg piros, meg rózsaszín színeket a szöveghez, az lehet, hogy neked tetszik, és ezt most nem bántó szándékkal mondom, ugye, és kiéletben az alkotás örömét, csak éppen agyonvágja az egész weboldaladat. Hiszen, hogyha az a célja ennek a weboldalnak, hogyha valaki ide fölmegy, akkor azt látja, hogy ez a dolog, ez profi. Én hiszem azt, hogy ez az oldal, ez egy profi oldal, és hogyha valaki fölmegy erre az oldalra, akkor tud az oldal egy bizalmat építeni. Na most az illető följön, találkozik egy nyitó oldala, vagy bármelyik más oldala, aloldala, aminek te megadtad a linkjét, és akkor utána a blogba pedig találkozik ilyen bődületes neonzöld, meg piros kiemelésekkel, akkor az agyonvágja az egésznek az arculatát. Tehát arra kérlek benneteket, hogy azokat a kiemelő színeket, amik a többi oldalon is szerepelnek, és azt a betűtípus, azt a betűméretet használ, mert így alkot egy egységet. Amikor valaki megnézi, így fogja látni összességben, hogy oké, ez egy profi megjelenés, hiszen ugye ő venni akar tőled láthatatlanba valamit, hozzád akar csatlakozni, hozzád akar fordulni, nem mindegy, hogy ott használod. Jó? Tehát ez ugyanúgy adatkozik a blogra is, mint a én történetemre, vagy a kapcsolat oldalra. Lényeges még, hogy a blogot tudod használni egy úgynevezett érkeztető oldalként, viszont még mielőtt ettől a kifejezéstől megijednétek, erről mindjárt fogok beszélni részletesen. Tehát a blognál, ami a lényeg, hogy minél több fotóval, minél több videóval, és minél kevesebb szöveggel, és rendszeresen blogolj veled kapcsolatban, magaddal kapcsolatban. Mi történik veled az üzletben, milyen hatások érnek, bármi, ami az üzlettel kapcsolatban fontos, és te vagy. Tehát nem az a jó blog, amikor ugye hallottam már ilyenről is, hogy ugye valaki nekiül, és akkor elkezdi a DXN-eseknek a blogjait nézni,
és akkor így milyen tallózást csinál, tehát mindenhonnan átvesz valamit. Ez azért nem jó, mert az nem te vagy. Tehát ez úgy is kiderül majd a dologból, hogy ez nem ez az illető csatlakoztak, akihez akartak volna, tehát ez nem szerencsés. Inkább figyelj oda, és alakíts ki egy saját arculatot, hiszen meg kell, hogy különböztess magad, nem a többi DXN-estől, általában az interneten, ugye ez az első dolog, erről is lesz szó, hogy lássa az ember, hogy itt valami másról van szó. És ugye a legfontosabb a weboldalat személyes szabásával kapcsolatban az én történet. És beszélhetnék erről hosszú órákat, majd fogok is a szeminárom egy kicsit bővebben erről beszélni, de ami a lényeg, olyan én történetet kell neked írnod, amihez, hogyha te elolvasod, akkor te magad is csatlakoznál magadhoz. Nem tudom szebben magyarul elmondani, remélem értitek. Tehát a lényeg az, hogy nem egy marketing üzenetet kell írnod, nem a DXN előnyeit kell megfogalmaznod még jobban, mint ahogy a weboldalon rajta van, hanem a saját sztoridat. És tudom, hogy ez nem könnyű, és nem is az első verziónak kell jónak lenni, de dolgozz egy kicsit rajta, mert ez nagyon sokat számít. Hidd el nekem, hogy ezt mindenki megnézi a weboldaladon. A Ganoderma menüpontot nem biztos, hogy elolvassa, de az én történet oldalad a látogató el fogja olvasni. Jó? Tehát csinálj olyan tört, amilyen saját, nem másoknak akar megfelelni, sajátnak, magadnak, amilyen megfelel. Én ez vagyok. Ilyen embereket keresek, amilyen én vagyok. Nem ezt kell leírni, hanem ez fogja sugalni a dolog. Jó, és tegyél fel akár 2-3-4 fotót is erre az oldalra, föltehetsz akár videót is erre az oldalra. És nem kell sok szöveg. Nem kell sok szöveg, mert nem fogja elolvasni. Az interneten az emberek úgy használják, hogy megnéznek egy oldalt, sok szöveg rajta van, és kevés kép, már mennek is onnan. Felgyorsult a kommunikáció. Azt kell, és ugyanúgy működik, hogy neked az első bekezdéssel el kell adnod azt, hogy a többit is elolvassa. Jó, tehát a sztorinak, az első bekezdés már benne kell lenni a sztoriba. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy nem működik jelen pillanatban megfelelő hatékonysággal a weboldalad, akkor egy kicsit dolgozd át, kicsit gondolkodj el róla, hogy te csatlakozzál-e magadhoz, és írd át. Az az előnye, hogy ez nem egy nyomtatott katalógus, bármikor tudsz rajta gyúrni, bármikor újra tudod írni. Jó? Nem ezen múlik minden, de ez egy fontos momentum. Ott lát egy húsvér embert, aki hasonló gondolatai vannak. Ez ugyanúgy egy kicsit olyan az én történetem, mint a megelőző kifogáskezelés, amiről beszéltem. Már eleve kezelem egy problémát. Igen, itt van ez az ember, őnek is hasonló egészségügyi problémái voltak. Ő is hasonlóan gondolkozott az üzletről, mint én. Őt keresem. Őnek is ugyanaz a szakmája. Ő is ugyanolyan jött. Bármi, ami közös pont. Írd be nyugodtan, hogy hova van valósi. Ő is ide valósi. Bármit. Írd bele a hobbidat. A saját sztoridat. Jó? Próbáld ez alapján újra gondolni az én történetedet. És kérdezz meg néhány is, ne rokonodtól, ne barátodtól, néhány távolibb ismerősödtől, hogy mi a véleménye róla. Én akkor éreztem először, hogy működni fog ez az online üzletépítés, akkor egy ismerősömet megkértem arra, hogy ajánljon nekem egy olyan embert, aki az én magyarságomat le tudja fordítani magyarra, le tudja korrektúrázni, és elküldtem ugye a weboldal szövegét az Ildikónak, akit akkor még nem ismertem, és neki az volt a válasza, hogy szeretne csatlakozni. Tehát akkor azt mondja, éreztem, hogy ez működni fog ez a dolog. Ugye, és az Ildikónak azóta nem csak gyémánt, hanem már ugye gyémántjai vannak. Tehát higgyétek el, hogy működik ez az online üzletépítés, hogyha csináljátok. Oké, akkor ugye az online segédeszközöknek a használata. Milyen online segédeszközeid vannak? Ugye az egyik legjobb, amiről már beszéltünk, ugye a videó e-mail küldése, a videó e-mailek. Ezeket nézd át, nézd meg a videóüzeneteket, és készíts te is videóüzeneteket. Nagyon egyszerűen. Tehát, hogyha hidd el azt nekem, hogyha egy ismerősöddel akarsz kommunikálni, akkor a videó az sokkal többet ér, mint egy e-mail. Ma már a legtöbb telefonnal tudsz videót rögzíteni, fényképezőgépek, mindegyike alkalmas. Nem az a lényeg, hogy profi legyen a technikája, az üzenet, a tartalom legyen a profi. Tehát el tudod mondani 2 percben az, hogy mi a te miérted az üzlettel kapcsolatban. És el tudod küldeni egy ismerősnek. Az ismerősöd, hogyha leírnád ezt szóba, ezt nem olvasnál, ebben biztos lehetsz.
De hogyha azt látja, hogy kapott egy kétperces videót, és tőled egy sort, hogy nézd meg ezt a kis videómat, akkor meg fogja nézni. Te meg tudod, hogy megnézte, ez meg a másik, ugye, mert a videózenet küldő rendszer visszajelzett. Tehát te is tudsz bátran készíteni saját kis videókat. És föl tudod tölteni, és tudod küldeni. A másik dolog, ami ugye online segédeszközként rendelkezésre az üzletépítésben, az ugye ez a hírlevélrendszer. Erről beszéltem az előbb eléggé részletesen. Ugye személyre szólóan tudsz küldeni hírleveleket. Az online üzletépítésben szerintem nagyon lényeges a célcsoportnak a meghatározása. Tehát nem lehet az online úgy megjelenni, hogy oké, én akkor itt vagyok az interneten, és mindenkit akarok. Tehát ugye az a nagy multicégeknek sem működik. Tehát célcsoportokat kell meghatározni. Ugye el kell döntened azt, hogy mondok egy példát, neked van egy hobbid. És az a hobbid az egy közös nevező hasonló emberekkel, aminek ugyanaz a hobbiú, és ez egy remek célcsoport. Tehát ki tudod jelenni, és mi érdekelheti ezeket az embereket, mi a közös. Ugye? És akkor el tudsz indulni azon az úton, hogy akkor most megszólítom ezeket az embereket. Hol találom meg őket? Ugye megtalálom különböző fórumokon, különböző hirdetési oldalakon, bárhol az interneten keresztül ezek az emberek azért együtt vannak, és akkor nekik tudok vinni egy olyan tartalmat oda, ami kapcsolódik hozzá. Tehát tudom valahogy kapcsolni. Ez ugyanaz, hogyha én az interneten én egy közösségben hiteles vagyok, akkor az információt tőlem elfogadják. De itt is nagyon fontos, hogy lépésről lépésre kell haladni. Beszélni fogok még majd most ebben a blogban egy nagyon fontos dologra, a fórumozásról. De próbálj kijelölni célcsoportot. Én például a mai napig nem értem, hogy még senki sem használja ki azt az óriási dolgot, hogy ennek az üzletnek van sajnos, azt kell mondjam idézőjelben, egy nagyon, nagyon, nagyon fontos célcsoportja, például a mozgássérültek. Tehát akik nem tudnak ugye mozogni, sok esetben az idejük nagy részét otthon töltik, sokkal nehezebben tudnak munkát vállalni. És van szabad idejük. Nekik ez egy óriási lehetőség. Óriási lehetőség, arról nem beszélve, ugye, hogy a mozgássérült életmóddal ugye járnak bizonyos egészségi problémák is együtt, amire például a kávé nagyon jó megoldás. Tehát abszolút mértékben célcsoport. Ugye? Anyagi befektetés nélkül el tud indítani egy online üzletet. De ugyanez vonatkozik, amivel azért egyre többen élnek, hogy például az otthon gyessen lévő kismamák, ugye, akik közül azért egyre többen tudtak sikeresek lenni ebben az üzletben, hiszen párom mondta, hogy nincs szabad idejük, de ugye a kismamáknak, de annak ellen valamit csináltak otthon az interneten keresztül, és értek eredményeket. Tehát nagyon fontos, hogy amikor elkezdesz online üzletet építeni, akkor nem úgy van, hogy na, megérkeztem a weboldalammal az internetre, hanem akkor döntsük el azt, hogy kiket akarok megszólítani. És arra már tudod az én történetedet is alakítani. Tehát ne akar mindenkit elérni. Ne akar mindenkit elérni. Ha te fiatal vagy, akkor tudsz a fiatalokra koncentrálni, vagy tudsz a nyugdíjasokhoz jobban szólni. De keresd mindenképpen célcsoportokat. Minél részletesebben keresed ezt a célcsoportot, annál hatékonyabban tudod kontrollálni az online tevékenységedet, és valószínűleg annál hatékonyabban is fog működni. Tehát keresd egyszerűen közös érdeklődési embereket. Mert abban a témában te hiteles tudsz lenni, hogyha amúgy kommunikálsz velük. A következő nagyon fontos pont, ugye, említettem, hírleveleket tudsz küldeni, e-maileket tudsz küldeni, és a legtöbben már ugye itt elhibázzák a dolgot. Ugye mondják, hogy hát igen, kiküldtem ennyi hírlevelet, ennyi e-mailt, és nincs visszajelzés. Ugye nagyon fontos, hogy ilyenkor teljesen normális az, hogy tőlem várjátok a választ, hogy mondjam azt, hogy mit rontottatok el, de sajnos vissza kell utalnom egy felmérésünkre, hogy hiszem 2 évvel ezelőtt készítettünk egy ilyen felmérést, lehet, hogy indítunk majd hamarosan egy újabbat, hogy a DXN tagokat kérdeztük meg néhány dologról. Például ugye arra voltunk kíváncsiak, hogyha ők online csatlakoztak az üzlethez, akkor mondják meg, hogy miért csatlakoztak online. Tehát mi alapján választották azt a munkatársat, azt a hirdetést, hogy egyáltalán hogy jutottak el odáig, hogy online csatlakozzanak. És azt gondoltuk, hogy de jó, lesz egy ilyen felmérés eredmény, és akkor látunk valamit, hogy merre kell indulni. És mi lett a felmérés eredménye? Most mondok egy példát, válaszoltak rá 200-an, és kaptunk 200 teljesen különböző választ.
Tehát nem voltak benne közös többszörösek. Tehát ez is azt jelenti, hogy ugye emberekkel vagyunk, és mindenki ugye ez miatt fontos, az miatt fontos. De nem lehetett ráhúzni az emberekre egy sablont. És ezért nincs az, hogy valakinek ide jön hozzám, és én azt tudom mondani, hogy figyelj, ezt a mondatot írd be az e-mailbe, és akkor biztos, hogy mindenki csatlakozik. Nincs ilyen sajnos, mert hogyha lenne is, akkor is csak ideig, óráig működne. Inkább olyan dolgokról tudok beszélni, hogyha megnézed a te e-mailjeidet, akkor nézd meg azt, hogy ezeknek a szabályoknak, amit most el fogok mondani, az megfelele. Az egyik az, hogy tudnod kell az, hogy a te ismerőseid, ugyanúgy, mint valószínűleg te is, kapnak gyakrabban különböző üzleti ajánlatokat e-mailbe. Ugye? Tehát megszólítják őket mindenféle fantasztikus üzlettel. És ami már ilyen fantasztikus üzlettel kezdődik, az már nem működik, ugye? Mert már sok ilyet kaptak. Sőt, hogyha azt mondja sokan, ugye, hogyha valamilyen üzlettel kapcsolatban, őt ez már nem érdekli. Tehát az a szabály az e-mailezésben, hogy úgymond a tárgynak, az e-mail tárgyának kell eladnia az e-mail szövegének elolvasását. Tehát, hogyha neked rossz a tárgyad, nem fogja elolvasni az e-mailedet. És ami aranyszabály, akkor tud jó lenni az e-mail tárgya, hogyha az névre szóló. Az tudja, hogy biztosan hozzáment. Jó? Én mondok egy ilyen személyes példát, és arra kérek mindenkit, hogy senki ne értse félre, hogy ugye, amikor eljönnek a karácsonyi ünnepek, akkor én a családommal szeretnék lenni, és nem szoktam soha senkinek sem küldeni ilyen e-mailes karácsonyi üdvözletet. Mert én karácsonykor nem e-mailezek, örülök, hogyha akkor nem e-mailezek. Akinek akartam, akkor annak már kívántam boldog karácsonyt, például itt a decemberi szemináriumon, amely egy remek lehetőség erre, vagy beszéltünk közben, akkor boldog karácsonyt kívánok. És én kapok valakitől egy karácsonyi üdvözletet, onnantól kezdve, hogy a címzett sávban nem az én nevem szerepel, akkor már ki is töröltem. Aki megtisztelt azzal, hogy a címzett sávban én szerepeltem, és esetleg még meg is szólított, annak nyilván van válaszolok valamikor január elején, amikor oda jutok ebbe a dologgal, és tényleg nagyon köszönöm, hogy gondolt rám. De ugye ez nem egy üzleti ajánlat, de mondom, már itt kiégett a dolog, hogy én elhiszem, hogy az ember nagyon szívesen küldte, és azért is mondom, hogy ne értsetek félre, és elküldte 200 ismerősének a boldog karácsony üzenetet, és ugye vagy mindenki benne volt a címzett sávba, ez a rosszabbik példa, vagy ugye senki nem volt benne, és mindenkinek szólt ezáltal. Tehát, hogy ez ugyanez vonatkozik a te üzleti ajánlatodra is. Tehát, hogyha te már a tárgyában föl tudod kelteni az érdeklődését, hogy elolvassa a leírását, akkor nyert ügyed van nyilvánvalóan. De ha azt nem teszed meg, akkor nem fogja elolvasni, mert ki fogja törölni. Tehát. Ugye bejele írott, hogy kiváló üzleti lehetőség, akkor már azonnal megy. A rendszerünk lehetőséget biztosít arra, hogy akár csoportos leveleknél is névre szólóá tud tenni a tárgyat, tehát akár a tárgymezőbe be tudod írni azt, hogy százalék, nev, százalék, és akkor a megszólítás a tárgyba is bekerül. Ez is nyilván van, csak ideig, óráig fog működni, mert egyre több marketinges használja ezt az eszközt, de személyesebbé tudja. Viszont tisztában kell vele lenned, hogy sajnos a kommunikációban manapság az embereknél sokkal motiválóbb a veszteségtől való félelem, mint a nyeresség iránti vágy. Tehát magyarul, hogyha te azt írod, hogy itt van egy remek lehetőség, most nem pont ezekkel a szavakkal, az kevésbé lesz a részéről motiválóbb, mint az, hogy valamiből nehogy ki kelljen maradnia. Tehát, hogyha azt írod neki, hogy XY, vagy kedves akárki, már beleírod a keresztnevét a tárgyába, és azt írod, hogy figyelj, én ebből keresem a pénzt, vagy én ettől gyógyultam meg, vagy én ebben foglalkoztam, az őrá sokkal nagyobb hatásra lesz, hogy ő nehogy már kimaradjon ebből. Tehát megint visszautalnék arra, hogy magadról beszélsz, nem arról, hogy neki mit kellene csinálni. És amikor valakit megszólítasz ebben az üzlettel, akkor se azt írd le, hogy neki miért lehet jó ez az üzlet, hanem arról beszélj, hogy neked miért jó ez az üzlet. De mit látta meg a lehetőségből? Tehát most mondok egy példát, írsz valakinek egy levelet, akivel rég nem beszélt, és azt írod neki, hogy Józsi, eszembe jutottál, te mindig objektívan szoktál döntést hozni. Mi a véleményed erről a videóról? Ennyi. És becsatolod neki a dolgot. És akkor ugye meg van szólítva a Józsi, rögtön föl lett emelve, hiszen ő objektíven szokott ugye döntéseket hozni, és meg fogja nézni ezt a videót. Jó? Tehát erre, hogy személyesen ráhatni,
És ezért jó például, amikor mondom, valakivel találkozol személyesen, nem beszélsz neki az üzletről, elkérdez az e-mail címét. Isten csak annyit írsz, hogy neki, hogy a megbeszéltek szerint küldöm azt a videót, amit kíváncsi vagyok a véleményedre. Ennyi. És meg fogja nézni. Sokkal jobb az esély, hogy megnézze, mint az, hogyha csak küldesz neki, hogy figyelj, itt van egy kiváló üzleti lehetőség, rád gondoltam. Meg tudod, ez a kávé, ez nagyon jó. Tehát nagyon fontos, hogy a tárgynak el kell adni a leírást. És amikor te tisztázok, mi a célja az e-mailednek? Ugye e-mailen keresztül azért kicsi az esély, hogy be tudod léptetni, mert egyrészt az e-mailben nincs is ugye csatlakozási adatlap. Tehát az e-mailednek az a célja, hogy följöjjön a weboldaladra, vagy megnézze a videót. Akkor az arról szóljon, ami őt arra ösztönzi. Oké? Jó, tehát ezeket vegyük figyelembe az e-mailnél. És akkor itt jön az a dolog, hogy az érkeztető oldal szerepe, mert képzeld el, hogy te írsz neki valami jó e-mailt, és talán belinkeled a weboldaladat. Beszélsz neki az üzletről mondjuk, és a weboldaladon rákattint, és azt látja, hogy ő milyen kávét iszik. Ugye valahogy így kezdődik a weboldal. Ugye hát milyen kávéról beszélünk? Valami üzletről volt szó. Tehát nagyon fontos, hogy ugye a weboldalaidnak, minden oldaladnak van külön címe. Tehát azt a címet te be tudod linkelni. Nem a fő domént, nem a weboldalad címét linkelt, hanem annak az aloldalnak a címét. És ugye itt térnék vissza a blogolásra, hogy ha írsz egy blogbejegyzést, annak a blogbejegyzésnek lesz egy külön önálló címe, amit használhatsz érkeztető oldalként. Ez így bután hangzik, de ugye landing page, ugye angolul ez a szakkifejezés, tehát érkeztető oldalként tudod használni. Tehát most mondok egy példát, elhelyezel egy hirdetést bárhol, bármilyen apró hirdetési oldalon, ahol ugye egy adott érdeklődési körű emberekre fókuszálsz, akkor azt nem a fő oldalra hozod be, nem az üzlettel kapcsolatos oldalra, hanem a weboldaladnak, vagy a blogodnak egy bizonyos blog bejegyzésére, ami kapcsolódik ahhoz a hirdetéshez, és át tudja vezetni abból, hogy az összes többi oldalt is megnézze. Jó? Tehát adott témában kreálsz egy blogbejegyzést. És utána azt a linket helyezed el hirdetésként. Oké, tehát van például valami tapasztalatod, terméktapasztalatod, ami annak az érdeklődési körű embernek érdekes lehet, akkor készítesz egy ilyen blogbejegyzést, annak lesz egy címe. Nagyon jó, mert úgy generálja a blogbejegyzés címét a rendszer, hogy az URL, tehát maga a címsáv, maga a blogbejegyzésnek a címe lesz. És ugye ezt a Google is nagyon szereti. És akkor nem fontos az, hogy neked a weboldal nyitó oldalra jönnek be adott témába, hanem mehet arra a blogbejegyzésedbe. Jó? Tehát az érkeztető oldal az nagyon hasznos és nagyon lényeges lehet. Jó? Tehát kreálj blogbejegyzést, és akár az e-mailjeidet, akár az online hirdetését, azt kapcsold mindig egy adott blogbejegyzéshez. Tehát így a legegyszerűbb elmondani. Oké. Ami nagyon fontos az interneten, az, hogy próbálj meg kitűnni a tömegből. Tehát azt kell látni az embereknek, hogy itt egy más dologról van szó. Bármilyen kreatív dolgot, bármilyen újdonságot használsz, az sokkal hatékonyabb, mint hogyha bevett sémákat használsz. Mert azok már kevésbé vannak az emberekre hatással. Erről még fogok egy kicsit majd beszélni, hogy hogyan lehet ezt a részt fokozni. A következő, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ingyenes megoldásokkal kezdje. Tehát emlékeztek az alapfilozófiára, hogy ne költek ezt túl. Nyilvánvalóan el lehet költeni 100 000-eket is Google AdWords hirdetésre. Föl lehet adni fizetős bármilyen hirdetéseket, szponzorált cikkeket az interneten, nem éri meg, tehát nem tudja azt a hatékonyságot nagyon nagy valószínűséggel. Tehát ingyenes megoldásokkal kezd, és hogyha már van egy bizonyos jövedelmed, akkor, mint minden vállalkozás esetében, eldöntheted azt, hogy akkor valamit a jövedelmedből úgymond visszaforgatsz a vállalkozásodba, a saját DXN-es vállalkozásodba, és például igénybe veszel fizetős megoldásokat. Mi például azt úgy csináljuk, hogy ha az online az irány, akkor szakembereket bízunk meg.
Tehát én üzletépítő vagyok ma már, nem online marketinges, tehát ahhoz, hogy én most online marketingesnek mondjak magamat, ahhoz naponta több órát kellene tanulnom, képeznem magamat, olvasnom szakcikkeket, nem vagyok arra kész. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én egy AdWords kampányt szeretnék lebonyolítani, akkor keresek egy AdWords-ös szakértőt, és azt mondom, figyelj, ez a célom, csináld meg. És azt mondja, ennyibe kerül. Tehát akkor a bevételnek egy bizonyos százalékát vissza tudom oda osztani. De nem az van, hogyha én nem értek hozzá. Nyilvánvalóan a másik megoldás az, hogy a Google AdWords ingyenesen is működik effektív, tehát néhány ezer forinttal tudod eltolítani. Ha neked jelen pillanatban van szabadid, akkor rá tudsz erre feküdni, meg tudod tanulni, hogy hogyan működik a Google AdWords, és el tudod kezdeni hirdetni. De annak semmi értelme nincs, hogy kaptál a Google-től ugye egy nagyon profi marketingben működik egy 10.000-es kupont, és akkor jó, hát akkor a Ganoderma-szóra behirdetem. Tehát ennek igazából nincs értelme. Tehát én tudom azt, hogy akik nagyon komolyan ezzel foglalkoznak itt a csapatban, ők is nagyon, nagyon komoly energiákat és nagyon hosszú időbe telt az, mire föl tudták fejleszteni úgy az online megjelenésüket, hogy ez rentábilissá vált. Tehát ingyenes megoldásokkal kezd, rengeteg ingyenes megoldás van, rengeteg ingyenes apró hirdetési oldal van, és ugye mondok egy példát, hogyha most én azt mondanám valakinek, hogy figyelj, ha te minden nap föladsz 5 darab online hirdetést, ne gondolkozz, adjál föl online hirdetést, és egy éven belül be fog jönni egy olyan ember az üzletedbe, aki gyémánt lesz, akkor azt gondolom, most a terembe itt mindenki hozzálátna. Ez lazán hozzáállna ennek, hogy napi 5-öt, semmi gond, mert ugye ez. Most ezt nem tudom garantálni, viszont nyilván, hogyha ezt nem teszed meg, akkor biztos nem fog bejönni egyrészt. A másik pedig, hogyha ha ezt megteszed, ez neked egy filléretben nem kerül, és igenis esélyed van rá, hogy bejöjjön. Hiszen nagyon sokan úgy csatlakoztak az interneten valakinek az üzletére, hogy megláttak egy online hirdetést, egy online apró hirdetést. És amikor te feladsz egy online apró hirdetést, akkor egyetlen egy feladatod van, ahogy mint jeleztem, hogy téged meg tudjon különböztetni. Meg tudjon különböztetni másról. Tehát valami olyan kreatív dolgot kell kitalálnod. Valami olyan különlegeset, ami tud működni. És ugye ez követik ugye a másik csoport, ugye a fizetős megoldások, amiből nagyon sok van, de én azt gondolom, hogyha te eljutottál arra a szintre, hogy rá akarsz szánni egy összeget a bevételeidből, akkor két szakember segítségét. Két szakember segítségét, tehát hogyha Facebookon akarsz hirdetni, akkor kérd egy olyan szakember segítséget, aki referenciákkal rendelkezik, és akkor ott egy célcsoportot megszólítva, egy nagyon jó landing page-el, egy nagyon jó érkeztető oldallal tud ez működni. De ugyanez vonatkozik nyilván a Google AdWords-re, vagy bármilyen más szponzorált linkre, bármilyen más hirdetési lehetőségre. De hangsúlyozom, az ingyenes lehetőség is, tehát rengeteg ingyenes lehetőség is van az interneten. És a következő dolog, amivel mostanában nagyon sok problémám van, ez a fórumozás. Lehet, hogy néhányan félreértették, és ugye én elkezdtem mondani, hogy fórumozni az mennyire jó, és néhányan ezt úgy értették, hogy ilyen különböző otthoni munka, meg MLM-es tapasztalatokon, fórumokon kell meggyőzni az embereket arról, hogy a DXN az egy jó üzlet. Na most el kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy dolog, aminek semmi értelme, vagy a legfontosabb dolog, hogy semmi értelme az interneten, az, hogy vitatkozni vagy meggyőzni egy fórumon. Tehát az egy olyan dolog, ami felesleges már erre akár, mondom, agyi kapacitást szánni, mert nem tudod, hogy kivel vitatkozol. Érted? Tehát nem tudod azt, hogy az ember az egy tényleg egy vitapartner, egy komoly valaki, vagy pedig egy mindenféle szellemi háttér nélküli ilyen ráírő, nem tudom kicsoda, aki ott ossza az észt. Én már találkoztam ilyennel, hogy ő volt a legnagyobb hangadó a fórumon, és akkor most az nem akarok példát mondani, hogy amúgy meg a magánéletben ki volt. Tehát nagyon fontos, hogy amikor fórumozásról beszélek, az nem azt jelenti, hogy mondom, be kell jelentkezni a Indexen a MLM ellenesek szövetsége topikba, és akkor ott bizonygatni kell, hogy de igenis a DXL jó üzlet. Egyrészt senki nem kérdezte, másrészt pedig semmi értelme, nem onnan lesznek belépőid. Tehát az ilyen MLM-mel foglalkozó és otthoni oldalak, fórumok, én szeretném kérni a többiek nevébe, hogy aki esetleg ott megjelent, akkor nem kell el se köszönni, többi bejegyzést nem kell válaszolni, jó? Mert az egész cégnek ártasz ezzel. Jó? Tehát semmi ilyesmi. Amit én elmítettem a fórumozással kapcsolatban, hogyha vannak azonos érdeklődési emberek, akkor ott meg tudsz jelenni, ott hitelességet tudsz magadnak szerezni, és hogyha hiteles vagy,
akkor az te ajánlásodat elfogadják. Akkor, hogyha az nem üzleti célú. Tehát te tudod ajánlani valakinek, hogy te ezeket a termékeket fogyasztod. Ennyi. Ezt el tudod mondani egy fórumon, bármilyen fórumon. Vagy neked arra a problémára az volt a megoldás. Vagy nyilván van fórumokon, igenis lehet ismerkedni, és talán lehet privátba e-mailezni, és lehet szerezni új kapcsolatokat. Jó, de nem a meggyőzés a cél, főleg, tehát nem az ilyen vitákból részvétel. A következő téma, ami most mondhatjátok azt, hogy ez miért tartozik az online dolgokhoz, én azt gondolom, hogy igenis ma az interneten úgy lehet eredményeket elérni, hogyha kreatív vagy, hogyha van valami ötleted. És biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon kreatív, csak esetleg nem tudja magáról, és nem tudja magából előhozni a kreativitását, mert fölösleges dolgokkal terheli, úgymond az agyi kapacitását. Ugye túl sok mindenre akar figyelni, túl sok minden jár a fejébe, úgymond. És nekem erre van egy nagyon jó technikám, hogy én semmit sem akarok úgymond eltárolni az agyamba, azért, hogy az szabad legyen, hogy a kreativitásom azt tudjon szárnyalni. Tehát magyarul mindent fölírok abba a pillanatban, hogy érkezett valami impulzus, és nem stresszelem magamat azzal, hogy nekem majd eszembe kell, hogy ez jusson. Tehát bármi van, én erre a saját online naptáramat használom, jön egy ötletem, egy impulzus, vagy akármi, hogy föl kell valakit hívnom, akik úgy ismernek engem, azok például lehet, hogy idegesít is őket, de ugye van egy olyan tulajdonságom, hogyha bárki engem megszólít, mai nap is itt, és mondott valamit, akkor megkértem arra, hogy küldjen erről egy e-mailt. Nem kell, hogy megszólítson, vagy bármi, csak írja le, hogy kukk, és erről beszéltünk. Tehát nem kell megfogalmazni a dolgot. Ez miért van az? Miért van így? Mert én nem akarom ezzel terhelni az agyamat, hogy majd ő neki azt kell küldeni, stb. Hogy tiszta legyen az agyam is, és tudjon a kreativitásom úgymond szárnyalni. Tehát ezt javaslom neked is ennek a technikának az elsajátítását, hogy semmivel se terheld az agyadat, én is az e-mailjeim ott vannak, be vannak biztosítva, nem vesznek el, ott vannak a feladataim, megvárnak a feladataim, stb. De az én agyam legyen tiszta, és legyenek új ötleteim, tudjak fókuszálni dolgokra. Tehát azon kell agyalni, hogy most annak a célcsoportnak én milyen újdonságot tudnák mondani. És ugye a másik dolog, amit egy külön szeminárium keretei között már volt róla szó, és akkor az olyan abban a formában nem lett rögzítve, de az áprilisi után majd tervezek egy újabb mandala szemináriumot, ami nekem nagyon sokat segített, webkonferencia hanganyag, az az internetben megtalálható a letöltések menüpontban. Javaslom, hogy vedd elő ezt a hanganyagot, és vedd elő a mandala táblát, csodákra képes. Tehát pillanatok alatt óriási eredményt tudsz vele elérni, használd a mandala módszert. Tehát ott van a fókuszod, mit szeretnél megoldani, és engedd szabadjára a gondolataidat, és bármilyen meglepő, mindenkinek fognak jönni kreatív, alkotó gondolatai az adott probléma megoldására. Nem mennék most ebbe bele bővebben, elnézéseket kérem, mert ez egy külön csomag, de javaslom, vedd elő ezt a hanganyagot, ami a mandala módszerről szól, egy webkonferencia hanganyag. Másfél évvel ezelőtt körülbelül én tartottam, és ott letölteted a mandala táblát, és használd. Világ legegyszerűbb dolga, tehát semmiféle használati utasítás különösebben nem kell hozzá. A cél az, hogy használd és a mindennapjaid részre legyen. Én erre a mai előadásra is, mai napra is mandalatábla segítségével készültem föl, hogy nem azt a két évvel ezelőtti startképzést szerettem volna megtartani, hanem egy teljesen másikat. És befejezésül a saját online márka építése, ami nyilvánvalóan még nem az első nap a feladatod, közvetlen a start után, de hogyha egy nagy üzletet akarsz építeni, akkor mindenképpen minél előbb kezd el. Ez úgy működik, ez a saját online márka építése, hogy ugye az a célod, hogy ebből az üzletből pénzt keressél, és lehet, hogy még most úgy érzed, hogy egy kicsit messziről jössz, de én meg biztosítatok arra, hogy meg tudsz érkezni. Tehát már most kezdj azon gondolkodni, hogy az, amit most úgy érzel, hogy hátrány, hogy honnan indultál, az hidd el nekem, hogy amikor meg lesznek az első sikereid, óriási előny lesz. Óriási előny lesz. Tehát az, hogyha te nagyon messziről jöttél, és eredményes lettél,
akkor ez, az egy sokkal nagyobb előny, mint aki kevésbé jött messziről, és úgy lett sikeres. És ezért már kezd el most gondolkozni azon, ha nem is az első napokban, hogy hogy tudnál te felépíteni magadnak egy online márkát. Mit értek az alatt? Ugye nekünk van egy blogunk, ugye ez angol nyelvű blog, a dxnmlm.com, amit durván másfél-két évvel ezelőtt kezdtünk el építeni, és ez a blog, mivel nem vagyok grafomán, inkább egy fotoblog, és viszont ott van, hogy mi történt velünk az elmúlt két évben az üzletben. Ez egy üzleti blog. És ma már ez annyira hatékonyan működik, hogy ezen keresztül megszólítanak üzletépítők külföldről, és nem akarom elkívánni, most egy újabb országot sikerül valószínűleg ezen a rendszeren keresztül indítani, hogy valaki oda jött az oldalra, ugye az az első, hogy megkérdeztem, hogy honnan hallott rólam, és mondta, hogy rólam sehonnan, a DXR-ről hallott, egy ilyen MLMS szakportálon, és utána találta meg az én blogomat, tehát utána keresett valakit itt Európában. És a lényeg az, hogy nem kell neki magyarázkodnom. Ott van fönn, hogy mit csináltunk az elmúlt két évben. Le tud csekkolni. Tehát van egy online márkám, hogy ezek vagyunk mi, ezt az értékrendet képviseljük. És azért el tudja dönteni, hogy ez neki szimpatikus-e vagy sem. Tehát szó sincs, ebben a blogban nincs szó effektív a kávéról, nincs szó effektív az üzletről. Erről arról van szó, hogy mi hogyan gondolkodunk, mi hogyan építjük az üzletet. Tehát elkezdhetsz egy ilyenem már most gondolkodni, hogy ez a legegyszerűbb, ez egy teljesen ingyenes WordPress logon keresztül, akár még nem is saját doménnév nélkül el tudsz indítani. És hangsúlyozom, hogyha most úgy érzed, hogy hát ez még neked messze van, semmi gond, várhatsz még vele egy kicsit, de minél messzebbről jöttél, és meglesznek az első sikereid, ez annál előnyösebb lesz, és annál magasabb értéke várható. Mert aki elfogja, azt mondja, hogy figyelj, az ember innen indult, és megcsinálta a sikerét, hát akkor ez tud valamit nekem is mondani, mert én is ilyen messze vagyok még most a sikertől. Jó, tehát ezek a leglényegesebb dolgok az online üzletépítéssel kapcsolatban. Ezekre a fogásokra figyelj oda, hogyha hatékonyabbá szeretnéd tenni az online üzletedet, és javaslom azt, hogy gyere majd el az áprilisi rendezvényre, ahol még többet hallhatsz majd erről a témáról.